magyarországi német fiatalok közössége, a Gemeinschaft Junger Ungarn Deutscher, immár 27. alkalommal rendezett hagyományos labdarúgó tornát, amelyre idén a 2016-os évhez hasonlóan ismét Dunaharaszti adott otthon. Január utolsó hétvégén került sor az eseményre. A kupa helyszínéül a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornacsarnoka szolgált. A sporteseményre az ország több pontjáról érkeztek, mintegy 14 település csapata nevezett, férfi és női csapatok egyaránt indultak a tornán, köztük természetesen Dunaharaszti is képviselte magát. A szervezet 1989-ben Pécsett jött létre azzal a céllal, hogy a baráti körökbe szerveződött fiataloknak átadja, velük együtt közösen ápolja a német nyelvű kultúrát, a tradíciókat, egészséges identitást biztosítva számukra. A szervezet több mint 25 évvel ezelőtti alakulása óta önkéntesei számtalan hazai és nemzetközi programot szerveztek a magyarországi német ifjúság számára. A sokszínű programok a fiatalok érdeklődéséhez igazítva szerveződnek. A központi elem, vagyis a magyarországi németséghez való kötődés minden alkalommal valamilyen módon megmutatkozik. Megismerhetik a régi hagyományokat, szokásokat, a magyarországi német dialektusokat. A kulturális programelemek során az eltérő tájegységek sajátos magyarországi német stílusa kerül bemutatásra, a szemináriumokon pedig a saját szellemi fejlődés mellett az értékek és érdekek kerülnek előtérbe. A több évtizedes munkának és a több száz fős tagságnak köszönhetően ismert és elismert szervezetnek számít úgy Magyarországon, mint nemzetközi szinten. Célcsoportukhoz igazodva aktívak a közösségi médiában, a közel 1000 fős kedvelői számmal. A nagyobb rendezvényekről rendszerint a Magyarországi Németség televíziós kulturális műsorában az Unser Bildschirmben látható felvétel, a Magyarországi Németek heti lapjában, a Neue Zeitungban pedig hétről hétre olvashatnak róluk. Az Egyesület jó kapcsolatot ápol saját kisebbségén belüli szervezetekkel, oktatási intézményekkel, ahogyan más magyarországi kisebbségek csoportjaival, de erősnek mondható nemzetközi szinten is, hiszen 1991 óta tagja az Európai Népcsoportok Ifjúsága nevű ügynő szervezetnek is. A záró eseményre a József Attila Művelődési Házban került sor, ahol kihirdették az eredményeket és átadták a díjakat. Keretében Motoric Tekla köszöntötte a cikuta résztvevőit, a vendégeket, mindazokat, akik ellátogattak a rendezvényre, kiemelten dr. Szalai László polgármestert, valamint köszönetet mondott a városnak a helyszín biztosításáért, a szervezésért. Az eredményhirdetés során minden résztvevő oklevélben részesült. Haraszti, vagy haraszt csapata, a haraszt fiú csapatának.
Az első három helyezett mellett mind a férfi, mind a női kategóriában legjobb kapus, legjobb játékos, gólkirály és gólkirálynő címeket is átadtak. Kihirdetjük a lány csapatverseny eredményét először. Harmadik helyezést ért el a Haraszt lány csapata. Az éjjöttől és a múlt csapat. A Farsangi Bálon a Texas Patron zenekar szolgáltatta a zenét.